Nagyon nagy élvezettel követtem az előadást, a bemutató előadást, ami segített engem személyesen is abban, hogy jobban meg tudjam közelíteni ezt az évszázadokkal ezelőtt megfogalmazott, megdolgozott kötetet, és hogy ennek az üzenetét valahogy megtaláljam a mai időkben. Nagyon hálás vagyok, hogy megtörtént ez a könyvbemutató, és azt hiszem, hogy az itt jelenlevő váradiak is örömmel fogadták. Úgy, ahogyan örömmel fogadunk a továbbiakban is minden kezdeményezést, illetve már most mondhatom, hogy örülünk egy további együttműködésnek intézményeink között. Szeptember 16-a szombat, este 4-8 óra van. Itt állunk kollégáimmal a Váradi Püspöki Palota kertjében. Véget ért a 9+1 alkalmas krónika bemutató körutunk, amelynek során a budai krónikát vittük végig 9 erdélyi településen, illetve 0. napunkon eljutott Debrecenbe is ez a csodálatos mű. Egy nagyszerű úton vagyunk túl, személyesen az én számomra életem egyik legfontosabb és legfelemelőbb utazása volt. Az Országos Széchenyi Könyvtár feladatellátása nem áll meg az országhatároknál. Minden magyarhoz szeretnénk eljuttatni a kultúrkincseinket és a nálunk felhalmozott tudást, ezért ennek a körútnak mindenképpen lesz folytatása. Köszönöm szépen Farkas Gábor Farkasnak, Tóth Péternek és Németh Zsoltnak, hogy eljöttek erre a körútra. Köszönöm szépen a kolozsvári és a csíkszeredai főkonzulátusnak, hogy megszervezték ezt az utat, és valamennyi város polgárainak, hogy megtisztelték jelenlétükkel a budai krónika bemutatóját. Hamarosan újból találkozunk. Egyszer minden történet véget ért. Megyünk haza, és kösz a halakat!